Az imént már beszélgettünk az ingatlan piaci tendenciákról, hogyan alakul Magyarországon az építőipar helyzete. Hát ezt egy kicsit tovább boncolgatjuk. Most építés gazdasági szempontból két fontos vendégünk is van. A Magyar Mérnöki Kamara részéről az alelnök Madaras Botond és a Tudás Központ vezetője Szejdő Tibor. Köszöntjük Önöket a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, kívánunk! Elindul egy mesterkurzusok, és arról is beszélünk mindjárt. De előtte általánosságban tényleg beszélünk arról egy picit, hogy milyen helyzetben van most az építés gazdaság. Hát a járvány vagy a járvány miatti válság ezt is érinti nyilván. Igen. 2020 első negyedévéig az építés gazdaság és az építőipar viszonylag töretlen növekedési pályán volt. Volt persze honnan, mert a 2008 utáni válságban nagyon mélyre került az egész ágazat. Mindenféle szerkezeti problémákkal, megrendelés hiánnyal is küzdött. És 2014-5-től elindult egy nagyon masszív növekedés, ami a hazai növekedést jelentősen meghaladta. Éves szinten 20% körüli átlagos növekedést láthattunk, és ezt torpant meg 2020 első negyedévének a végén, amikor hát hirtelen leállt minden. Az építőiparban persze nem úgy, mint a szolgáltató szektorok sok részében, nem volt ez annyira hirtelen leállás, de nagyon mélyre csökkentünk így is, és egészen nyár elejéig tartott, amíg egy kicsit magára talált az ágazat, és szerencsére nyár elejétől kezdve megint egy növekedési pályára sikerült állni. Ez a beruházásokat érintette inkább, vagy a családi házak, vagy a lakások építését? Nem tudom, elég jelentős támogatások vannak, azért sokat segít, nem? Igen. Ugye az építés gazdaságnak nagyon fontos szereplője az állam, mint megrendelő természetesen, meg szabályozó is, és ugye a másik rész a privát szféra. Ebben az esetben, amikor a válság beköszöntött, akkor ez látható volt, hogy a lakásépítési kedv az biztosan meg fog torpanni, ezért is lépett be az állam, mint szabályozó, és különböző kedvezményekkel próbálja ugye stimulálni a piacot, ez egy jól látható törekvése az államnak. Tibor, mint a Tudás Központ vezetője, ezt a mesterkurzust, beruházás lebonyolító mesteriskola, tulajdonképpen ez a pontos neve, ezt harmadszor indítják, ez micsoda tulajdonképpen pontosan? Ez egy olyan képzési forma, amit azért dolgozott ki a kamara az együttműködő partnereivel, hogy egy átfogó képet tudjanak adni azoknak a hallgatóknak, akik ezen a képzésen részt szeretnének venni. Ugye a gazdasági helyzetet ismerjük, ugye Botond elmondta a szituációt, azoknak a projekteknek, azoknak a nagy feladatoknak, beruházásoknak a bonyolításánál egy dologgal tudunk előrébb jutni, hogyha egy széles látókörű, átfogó tudással rendelkező kört építünk ki, tanítunk meg arra, hogy hogy lehet hatékonyan, az eddiginél hatékonyabban dolgozni. A hazai gazdasági viszonyokat és fizetési, nem fizetési hajlandóságot, ez egyfajta közgazdasági pénzügyi szemléletű képzést is jelent? Hogy az ez részben azt is jelenti, de egy beruházásnak a teljes ívét megpróbáljuk bemutatni, számtalan esetben esett tanulmányokkal, amelyek meg tudják értetni a hallgatókkal, hogy az a szektor, az a rész, az hogy működik a beruházásban. És ez a kezdetektől, tehát a projekt kialakításától kezdve, a finanszírozási technikákon, az EU-s finanszírozási források felhasználásán keresztül, egészen az üzemeltetésig, tehát az épület, az építmény utóéletéig bezárólag minden területre segítséget ad és támaszt ad. És ezzel kialakul egy holisztikus szemléletű felfogás, amivel ezek a kollégák, ezek a hallgatók mindent úgy kerülnek föl. Pont azt akartam én is kérdezni, hogy tulajdonképpen mit tanulnak egészen pontosan, de hogy tanulják? Mikor indul? Ugye most járvány van. Milyen formában? Igen. És milyen formában? Most mikor indulnak? Idáig meg volt az a nagyon jó állapot, hogy személyes jelenlét mellett jelenléti képzést tudtunk indítani. Ez a harmadik évfolyam, vagy harmadik év, ami most elkezdődött, ez egy kicsit nehezebben indult el értelemszerűen, mert át kellett állni egy teljesen online képzési formára. Kialakítottunk, hát nem egy ilyen fantasztikusan jól felszerelt stúdiót, de kialakítottunk egy olyan közvetítő központot, amiben az egészségügyi, járványügyi feltételeket biztosítani tudjuk, a védelmet biztosítani tudjuk az előadók számára, és egy előadó van bent, mi ketten-hárman, akik segítjük az ő munkáját, és gyakorlatilag egy élő kapcsolatban vagyunk a távolról becsatlakozott hallgatókkal.
A közeljövőre nézve február közepén indul egy építő 5 program, ez a kis mérnökirodákat segíti. Ezzel kapcsolatban mit lehet már tudni? Ez mennyire segíti a jövőben ezeknek a vállalkozásoknak a felfutását? Az építő 5 program kifejezetten az építőiparnak a fejlesztését, strukturális átalakítását, digitalizációját, innovációját fejleszti. Nagyon fontos a szerepe. Ugye a mérnöki kamara képviseli természetesen a mikro, kis és közepes vállalkozásokat is, és nagyon fontos a szerepe, hiszen ezek azok a mikrovállalkozások, akik forráshiányosak jellemzően, és ezt a forráshiányt tudja kezelni egy ilyen program, ami persze nem elsőként indult, tehát ennek voltak előzményei. Micsoda pontosan a program? Tehát, hogy lehet... Megrendelés, vagy mit jelent? Nem. Ez kifejezetten anyagi támogatás, digitalizációra, innovációra, szerkezeti átalakításra igényelhető támogatásról van szó. Az, hogy öt, az mit jelent, ötödik alkalommal? Igen, indul, igen, tehát ez gyakorlatilag a sornak a folytatása. És hova tudnak fordulni, akit ez érdekel, mondjuk ez a fajta támogatás? Az EMI, azaz az építésügyi minőségellenőrző innovációs KFT, az, aki a gazda szervezet itt a programnál. Tehát az EMI honlapján lehet elérni az információkat, és ott vannak megadva a benyújtás feltételei is. És akkor még a mesteriskolára térünk annyira vissza, most már alig fél percünk van, hogy kiknek a jelentkezését várják, mikor és hol? Ezek a nagy beruházó cégeknek a beruházás bonyolítással foglalkozó munkatársait várjuk. A jelentkezés az gyakorlatilag a héten zárul erre a most elindult képzésre, mert még van lehetőségünk befogadni egy-két kollégát, és a Magyar Mérnöki Kamara. Hányan vannak egyébként? 50-60 fő körül már az a létszám, ami az előadók szempontjából is egy megfelelő környezetet, vagy egy megfelelő publikumot nyújt nekik. Hát ez az online felület most nagyobb. Az online felület az rugalmas, most 65-en vannak idáig a képzésben, ami azt jelenti, hogy nagyon jól sikerült a verbúválás. Hát sok sikert kívánunk ennek. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük.